Hatodik nap, jó reggelt kívánok, új nap, új lehetőségek. Az előző napon bővítettük a falunkat, készítettünk anyagraktárt, élelmiszerraktárat, megépítettük a konyhánkat, ott a főtéren látható, illetve még megépítettük a fáskamrát is, és folytatni szerettük volna az építkezést a wire fészerrel, azonban a wire fészerhez még nincs elég pontszámunk. Viszont nézegettem itt a technológia tabunkat, és ahhoz, hogy wire fészert készítsünk, az építőipari technológiát kell, hogy húzzuk, és 500 pont fog kelleni a wire fészerhez, ami ahhoz fog kelleni, hogy az itt dolgozó munkások követ tudjanak kitermelni a kovácsunk számára, a kovácsunk pedig majd szerszámmal el fogja tudni így látni a falu lakókat. És jön a kérdés, hogy hogyan is tudjuk kihúzni a wire fészert. Lényegében építkeznünk kell, úgyhogy a mai napon építkezni fogunk, illetve folytatjuk az építkezést, mint a tegnapi és a tegnap előtti napon. Még mielőtt azonban ezt megkezdjük, megyünk és szerzünk bogyót, mivel az utolsó nap van ebben az évszakban, és trágyával nem annyira állunk jól, szerintem. Legalábbis csekkoljuk le az anyagraktárunkat. 50 darab trágyára lesz szükségünk, hogyha normálisan akarunk földet művelni a következő évszakban, ugyanis a következő évszakban rost, illetve búzát akarunk majd termelni. 78 trágyán van, viszont ennek ellenére ugyanúgy gyűjtünk bogyót, mivel télen bogyót nem fogunk tudni szerezni. A következő évszakunk, illetve ősz lesz a következő évszakunk. Minden esetre nem vagyok benne biztos, hogy ősszel tudunk már bogyót szerezni, úgyhogy megyünk és keresünk bogyót. Ősszel és télen nem tudunk bogyót szerezni, akkor nem fogjuk tudni folytatni a gazdálkodásunkat, amikor majd tavaszodik. Ugye tavasszal ugyanúgy folytatjuk az ültetésünket, hagymát fogunk elültetni, illetve a lent, és így egy körforgást fogunk csinálni. Ugye most már még több magvat sikerült megszerezni, és így növelni tudjuk a kitermelésünket. És közben itt találtam egy pár bogyeszt, ezeket lelútoljuk gyorsan. 78 trágya van a raktárban, ami azt jelenti, hogy 22 trágya fog kelleni, hogyha minden igaz, hogyha az 5x5-ös mezőket akarjuk folytatni. Ugye egy évszakkal 50 trágyát használunk fel, a 78-ból 55 fel fogunk használni, így 22 fog még kelleni majd, amikor tavasz lesz, és ott vannak fent parkosok, abban az irányban nem biztos, hogy el akarunk menni, nincs nálam semmi. És a bogyókat, amiket kidobunk, abból komposzt lesz, és 5-ösével fogunk tudni komposztokból trágyát kraftolni. Ami azt jelenti, hogy jaj, mi ez az állat? Ami azt jelenti, hogyha 22 trágyát akarunk majd készíteni, akkor 22-t be kell szoroznunk 5-tel. Ami, hogyha jól számolok, akkor 110 bogyót jelent, minden esetre gyűjtünk még minél több bogyót. 110 komposztból elméletileg el kellene tudnunk készíteni 22 trágyát, ami kelleni fog majd ahhoz, hogy beindítsuk a tavaszt. Úgyhogy így ezeket itt még leszedem, amiket ide lent látok. Viszont nézem, hogy ott balra van-e esetleg, de szerintem ide lent már leszedtem mindent, amit le kellett szedni. Úgyhogy ezeket fogom magam és az élelmiszer raktárnak a földjére ki fogom dobni, miután ittunk egy korty vizet. Ígyunk egy korty vizet, és az élelmiszer raktár, illetve nem is a pajtának a földjére ki fogjuk pakolni a bogyókat. Évszakváltásnál ezek meg fognak romlani, és akkor ott helyben lesz majd a trágyáknak a kraftolásához. És következő évszakban megyünk, veszünk még majd rost, illetve búzát, úgyhogy itt is vagyunk, rakjuk ki a bogyókat, és ezt követően pedig kezdjünk el építkezni, illetve folytassuk az építkezést. Egy vadászkunyhót kellene létrehozni. Ugyanúgy, mint a többi termelő épületnél, a vadászkunyhó is igazából lényegtelen, hogy hova van kihelyezve, mivel a vadászunk animáció, hogy elmegy vadászni, mindössze egy ilyen esztétikai dolog, nem befolyásolja a vadásznak a kitermelését. Úgyhogy ide felhelyezem a domb tetejére a vadászkunyhót, és építsük meg. Ezt követően pedig elkezdünk építeni házakat a jövőbeli lakosainknak, ezzel növelve az XP-t az építőipari technológiánkon, hogy ki tudjuk nyitni majd a wire fészert, és akkor elméletileg majdnem minden készen áll arra, hogy fogadjuk majd a falulakókat, az első falulakókat. Úgyhogy keressük ki a vadászkunyhót és rakjuk le.
Miután elraktuk a tervrajzot, kezdjünk el munkához látni. Ugye az évszak utolsó napján sietnünk kell, mert éjfélkor véget ér az évszak. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk a játékban. Hogyha van a saját házunk, akkor a saját házunkban fogunk ébredni. Hogyha nincs, akkor a legközelebbi városban fogunk ébredni éjfélkor. És nem fogjuk tudni folytatni az építkezést. Az évszak utolsó napjára nem szabad hagyni semmi olyan dolgot, ami égető. Például földművelést le tudtuk egyből az elején. Most már építkezünk, eljutunk addig, ameddig eljutunk. Utána még bőven jók vagyunk egyébként, én úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk jelenleg épületek terén. A dinasztia hírnével már kevésbé állunk jól, közben gyors megnéztem itt a hírnevünket, hogy hogy állunk, majd el kell mennünk küldetésezni, de erre ott lesz még a többi évszak, mint például a tél. A télen nagyon nem tudunk földet művelni, és akkor az egy kiváló időszak lesz arra, hogy az emberekkel foglalkozzunk. Közben itt sikeresen leütöttem magam a tegnapi napon egy farönkkel, és az életerőm eléggé lecsökkent, hogyha a bal alsó sarokba tekintetek. És mutatni akartam egy növényt, méghozzá a széles levelű útifűt, hogyha hasonló helyzetbe kerültök, akkor szedjetek ilyen növényeket. Ezeket a növényeket nerfelték, régen sokkal erősebbek voltak, de még mindig eléggé jók arra, hogy életet töltsenek, úgyhogy szedünk minél többet, és hogyha minden igaz, akkor ezzel a növényel tudunk életerőt tölteni magunknak. Így van, 5 életerőt tölt, úgyhogy 37,6-on vagyunk. Kezdjük el enni ezeket a növényeket, és 92-re sikerült feltornázni, úgyhogy még szedünk egy párat, és így megoldottuk az élet problémát. Ugye van fűvészkunyhó a játékban, nyilván ezeket a növényeket, hogyha felszeditek, akkor ezek a növények fognak kelleni ahhoz, hogy valamilyen királyreceptet összerakjatok. A fűvészkunyhóban mindenféle potionöknek az elkészítéséhez legyen az élettöltő potion, vagy állóképességnevelő, vagy bármi más. És lassan felépítjük a vadászkunyhónkat. Így, még kész is vagyunk, nézzük meg belülről milyen jól néz ki, tökéletes kilátás, panoráma, minden mindkét irányba, és itt, hogyha akarnánk, akkor most már tudnánk nyilvesszőket, illetve íjakat elkészíteni, jelenleg viszont nincs ilyen szükségünk, majd a vadászunk itt fog dolgozni fenn a domnak a tetején, és most ki kellene találni, hogy a falakoknak a házaikat hova építsük fel. Tapjuk fel a térképet és nézzük meg, hogy hogy állunk jelenleg. Ugye jelenleg itt van a kezdőházam, felett helyezkednek el a kezdő kis kertecskék, és itt az út túloldalán raktam le egy pajtát, illetve anyagraktárakat. És a tervem az lenne, hogy itt a főtér alatti részen, illetve itt a folyónak ezen a részén lennének a szántóföldjeim. Itt lennének azok a szántóföldek, amik ellátják a falunak az élelmiszer készleteit. És itt elkezdtem a műhelyek közt egy utat kivezetni, igazából itt ilyen sugárút szerűen ezen a fönti részen pedig lennének a lakosoknak a házai lényegében. A főtér az pedig mint egy piactér szolgálna, ami tele lenne műhelyekkel, kereskedőkkel, illetve még lehet a kocsmát is oda be fogjuk rakni, de ez a kocsmával várunk még. A kocsma az lehet, hogy valahogy a folyó mentén fog majd elhelyezkedni. Minden esetre ugye, ha jól nézem a technológiát, akkor nagyjából mindent felépítettünk, amit tudtunk egyenlőre. Fussunk rajta végig, építőiparnál van kút, anyagraktár, fáskamra. Ezek fel vannak építve, túlélési technológiánál van vadászkunyó, fűvészkunyó. Fűvészkunyóra egyenlőre nincs szükségem. Nézzük a mezőgazdaságot. Éléskamránk van, a pajta van, a tanyasi csűr, tyúkoldisznó, látott, még nem akarunk egyenlőre tenyészteni, illetve nem akarunk földet műveltetni se a falu lakóinkkal még, de majd arra is szükségünk lesz, úgyhogy még azt se akarjuk megépíteni. Műhely, konyha, kovácsműhely fel van építve, úgyhogy a wire fészet jó lenne kinyitni következő lépésként, ahhoz pedig, hogy tapasztalati pontot szerezünk. Én úgy gondolom, hogy a egyszerű házak építésével meglennénk, úgyhogy 7-es darab egyszerű házat fogunk felépíteni. A sikeres első év titka című videóm logikája mentén fogunk haladni. Ott is 7-es darab házat építettem fel, úgyhogy itt is 7-es darab házat fogunk felépíteni. De hova is fogjuk ezeket kihelyezni, nézzük meg
a főterünket, hogy hogy állunk. Ugye a főtérnek itt a szélén, itt körbe-körbe lesznek majd műhelyek, illetve árusok, úgyhogy ezt nem fogjuk bántani. Itt a két, a Kovács műhely, illetve a Sema műhely között elkezdtem kivezetni egy utat. Az út mentén kezdjük el építeni a házakat, úgyhogy rögtön mögötte én le is helyezem az egyszerű házunkat. Ugye, mint korábban mondtam, nem egyszerű kicsi házat akarunk építeni, hanem egyszerű házat, azért, hogy négyen tudjanak beleköltözni, és minél több gyereket nemzenek majd a későbbiekben a falu lakóink. Úgyhogy helyezzük is ki az első házunknak a tervrajzát, mindkét irányba lehelyezünk egy épületet, és összesen 7-es darab épületet jó lenne lerakni. Azért nézem az iránytűmet, hogyha ide állok a térnek a szélére, akkor körülbelül észak-nyugat-nyugat közti irányba, hogyha felnéztek, ebbe az irányba mennek el az utak, úgyhogy ebbe az irányba is akarom folytatni ezeket az utakat, úgyhogy nehogy perdén legyenek ezek az utak kiépítve, és kettő házat rakjunk le így egymás mellé, utána pedig lehet, hogy elkezdjük ezt a sugárutat, amit korábban mondtam. Tervezett sugárútunkat lehet, hogy elkezdjük majd itt felfelé így kanyarintani, és akkor szépen ilyen pókálószerűen majd így északi irányba így elkezdjük lerakni a dolgokat, úgyhogy rakjunk tovább le házakat balra is és jobbra is. És szép egyenes itt a talaj, ahogy nézem, úgyhogy nem kellene egy gondot jelentsen házaknak a lerakása. Jó, nézzük meg a térképet, tehát elindítottunk itt egy utcát, ház van mind a két oldalt, és akkor itt csinálunk egy ilyen jobbra ívet. Elkezdjük a sugárútunkat építeni szépen. Ezt reméljük, hogy szépen fog kinézni, nem csak a fejembe. Ezt nézem a térképet, ez teljesen megérzéssel van hagyatkozva az egész folyamat. Így, így látjátok, hogy szépen jobbra elhúzom ezt az egész dolgot. És mondjuk a fáskamra mellett hozzuk vissza, amit szóltak. Jó, hogy nagyjából sikerült kijelölni azt a szakaszt, amit be akarok építeni, és duplázzuk be, hogy jobban láthatóak legyenek ezek az utak, utcák, későbbiekben utcák, és remélhetőleg van elég hely arra, hogy lerakjuk majd a házakat, mert mindjárt kiderül, ugyanis a puding próbálja az evés. Jó, tehát nézzünk egy térképet, itt nagyjából itt lekerítettem egy ilyen részt, és akkor ide, ahol mutatok az egére, ide a házakat akarok lerakni, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy ez hogy fog sikerülni. Lehet, hogy forgatni kell egyet a házakon, hogy ebben le tudjuk ezeket rakni. Illetve vannak fák az útban, most látom, ezeket ki kell, hogy vágjuk először. Csak olyan picike nyírpák voltak, hogy azt hittem, hogy bokrok hirtelen. Kivágtuk az útba lévő fákat, és akkor nézzük meg, hogy tudunk-e lerakni még házikót. Fordítsuk be egy oldalra őket, hát hogyha normálisabban el tudnám helyezni ezeket a házakat. És így nagyjából jó lenne, hogyha érintenék egymást a házak. Jó, egy megvan, és akkor még hogy állunk, kellene még kettő darabot lehelyezni, hogyha jól számoltam. Kezdő falunkhoz ennyi elég lesz egyelőre. Így is elég sok időre lesz, mert ezeket felépítem. Még egy utolsó. Jó, szuper! Na, így fog kinézni a sugárútunknak, illetve a főterének az első szegmenseit, pedig majd ebbe az irányba lehet, hogy teszünk majd még egy ilyen kanyart, és akkor ugyanígy házakkal végig fogjuk rakni, és így bővítjük majd felfelé. Lehet, hogy ezt a vadászkunyhót ezt túl közel raktam. Minden esetre most rengeteg farönkre, kőre lesz szükségünk. Szerintem ezen a napon biztos, hogy nem fogunk ezzel végezni. De megteszünk mindent, ami tőlünk telik. Ugye, ahol egyenletes a földnek a felszíne, ott kő alapra helyezi el a játék nekünk az épületeket, ahol viszont szintezni kell, ott cölöpökre fogja elhelyezni, és méghozzá elég sokra. Tehát itt például 9 cölöp kell ahhoz, hogy lerakjuk csak az alapját, és akkor még nem raktunk le egy kődarabot sem magába az épületbe, és az elején kőházakat akarok felépíteni, még hogyha adott esetben úgy tűnhet, hogy nehezebb is lehet ezeket felépíteni, azért, hogy minél kevesebb tűzifát használjanak fel majd a falu lakóink, mert ez nagyon fontos lesz majd a későbbiekben. Úgyhogy a nálam lévő rönköket, köveket elkezdem bekalapálni, illetve utána megyünk még követ gyűjteni, farönköt gyűjteni, és akkor megpróbálom minél többet felépíteni még ebben az évszakban. Aztán megnézzük, hogy sikerül nyersanyaggyűjtésre fel.
Közben itt találtam még bogyót a fák alatt, ezeket beszedem, és akkor ugyanúgy kidobom, hogy minél több rágyánk legyen majd a továbbiakban. Sikerült 41 követ összeszedni, úgyhogy bekalapálom az alapot, utána pedig gyorsan meg akarom nektek mutatni, hogyha nem tudnátok esetleg, hogy hogyan kell halaknak a típusát kiválasztani, de ezen még ezzel várni kell, mert ahogy nézem, még kellene fog farünk, hogy a háznak a keretét elkészítsük, semmi baj, ide ledobjuk a köveket, botokat szerintem pedig ide kirakjuk a műhelybe, mert hát, hogyha az még kelleni fog, minél kevesebb súly nyomja a vállunkat, és akkor gyűjtsünk minél több nyersanyagot, közben a begyűjtött bogyókat lerakom már a fajtának a földjére. Közel 300 bogyót sikerült összegyűjteni, abból elég jó mennyiségű rágyát tudom majd készíteni a következő évszakban, és folytassuk a gyűjtögetést. Sikerült megfelelő mennyiségű rönköt összeszedni ahhoz, hogy elkészítsük a háznak a keretét, és miután megvan a keret, ugye be fognak jönni a háznak a falai, és ezeket a falakat egyébként tudjuk változtatni, és a szigetelés véget, ugye alapvetően veszélyből font falakat fog nekünk a játék felajánlani, hogy ezeket kezdjük el elkészíteni, ami csábító lehet, mert botokból nagyon könnyű elkészíteni a falakat, viszont nagyon rossz lesz a hőszigetelése, úgyhogy úgy tudjuk ezt változtatni, hogy az interakció gomb lenyomásával, az én esetemben az F betű lenyomásával, tiétekben lehet, hogy az E betű lenyomásával, ki tudjuk választani az adott elemnél, mit akarunk építeni, tehát itt tudunk változtatni is, hogyha van egy fal, ahol mondjuk ablakot szeretnénk, akkor meg tudjuk változtatni, hogy ott egy ablak legyen, illetve az ajtókat is át tudjuk majd helyezni, ahol ami nem itt lesz majd fontos, hanem itt az útnak a feljebb lévő részénél, az én esetemben, mert itt az ajtókat majd ide az útra kivezetve akarom megépíteni, úgyhogy azokat majd ott tudjuk megnézni, hogy hogyan is működik pontosan. Minden esetre kiválasztjuk az interakció gombbal az adott elemet, amit meg akarunk változtatni, itt egy ajtót akarunk készíteni, és kiválasztjuk, hogy egy kőfal legyen majd ajtóval, és ugyanígy az ablaknál kiválasztjuk az ablakot, kőfal ablakkal, kiválasztjuk a falat, kőfal, és így szépen végigmegyünk mindenhol, és követ akarunk készíteni, kőfalat akarunk készíteni mindenhol, és még itt egy dologra kell figyelni, a tető szerkezetnél van még itt egy fal elem, az is veszélyből font falra van állítva, úgyhogy itt fönt a fal, illetve a tető találkozásánál ezt a kettő oldali tetőnél lévő falat, ezt ne felejtsétek el átállítani. Jó, most, hogy ezzel megvagyunk, a megszerzett köveket megkezdjük el bekalapálni. 21 óra 30 van, a házakkal nem jutottam annyira messze, most még fát vágok, illetve köveket gyűjtök, viszont bejelentkeztem nektek, mielőtt még évszakot fogunk váltani. Itt szerintem véget vetünk ennek a résznek, és következő évszaknál találkozunk majd, ugye ősszel fogunk kezdeni, leszületeljük a káposztát, ültetünk majd búzát vagy rost, illetve folytatjuk a kezdőfalunknak a kialakítását, ezt a 7-es darab kőházat mindenféleképpen fel kell, hogy építsünk, hozzá kell, hogy csapjunk majd még wirefacert, és ezen kívül nagy vonalakban én úgy gondolom, hogy készen állunk majd a falulakoknak a fogadására, még annyi dolgunk lesz majd, hogy dinasztia hírnevet kell, hogy szerezünk majd különböző küldetésekkel, hogyha dinasztia hírnévre lesz szükségünk, hogy betaborozunk majd falulakókat, és hogyha így haladunk, akkor az első évben még lehet, hogy lesz egy önállátó kezdő falunk, aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül. A fakitermeléssel küzdködünk itt még mindig továbbra is, illetve elég sok veszélyes vadállat van a folyónak a túlpartján. Közben itt próbáltam minél messzebbre menni fát szerezni, és farkasokba is beleütköztem, tehát hogyha felcsapjuk a térképet. Ugye itt van a főterem, a folyó túloldalán van egyből medve, farkas, illetve vaddisznó, és a farkassal, medvével már találkoztam is, legalábbis láttam őket távolról, úgyhogy ilyen szempontból nem a legszerencsésebb helyszínen vagyunk. Minden esetre a mai napon ennyit tudtunk haladni. Köszönöm, hogyha végignézted a videót, következő napon találkozunk. Sziasztok!